Egy kis zsákfalu, német bánya mutatkozott be a Pápai Művelődés Történeti Társaság polgármesterkörének rendezvényén. Mi az, amit mindenképpen érdemes tudni a településükről? A természeti szépségén túl a benne lakóknak a tulajdonságát szeretném kiemelni. Egy fantasztikus közösség van a mi kis falunkban. Rendkívüli szerintem az összetartás és a segítőkészség a mai világban. Marcsik Zoltánné Király Ágnes második ciklusát tölti a falu polgármestereként. Büszkén mesélt a községben zajló munkáról, az értékőrző és értékteremtő tevékenységekről, kiemelve, hogy az eredmények nem csak neki köszönhetők. A feladatomat nagyon szeretem, és nagyon hálásak is a lakosok azért, amit teszünk ezért a kis faluért. De azt meg szeretném említeni, hogy a feladat elvégzése nem egyedül az én érdemem, és minden egyes eredmény nem az én érdemem, hiszen áll mögöttem egy képviselőtestület, aki a lakosság érdekeit szolgálja velem együtt. Úgyhogy mi közösen, ahogy az elején is említettem, ugye, hogy az összefogás és az összetartozás az, ami nálunk az elsődleges pozitívum, ez igaz a képviselőtestületünkre is, egy egységként dolgozunk német bányáért. A mai alkalomra mivel készült, hogy mutatja be majd, illetve mutatják be majd az önök települését? Igyekszünk először is azt az oldalát megmutatni, hogy mik azok az értékek, a természeti értékeken túl, ami miatt érdemes figyelni a mi kis településünkre. Azon kívül pedig azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen is az élet egy olyan településen, ami egy kis zsák település, ahol naponta többször nem jár helyi járatos busz, és olyan nehézségekkel, illetve szépségekkel kell szembenézniük, ami esetleg egy városi, illetve egy nagyobb vidéki város esetében nem adatott meg az embereknek. A település fejlesztését egyesületek is támogatják. A német nemzetiségi önkormányzatunk sajnos megszűnt, tehát sajnos leköszönőben van ez a vonal a településünknek, de vannak alapítványaink, egyesületeink, akik szintén különböző célcsoportokat képviselnek a településen belül. Van a Fosztaiger Mihály Egyesületünk, aki az önkormányzatnak a háttérmunkáját, a sporttevékenységeket, a közösségi életet segítik a falu életében. Van a korábbi Hutta Germanika Egyesületünk, ami a gasztronómiai vonalat viszi a településen, tehát mi kevesen vagyunk, mi mindig picibe gondolkodunk, és picibe próbálunk apró lépésekkel előre haladni a célunk felé. Azt gondolom, minden község életében nagyon fontos szerepet kap, vagy legalábbis kell, hogy kapjon a hagyományápolás, és talán ez önökre fokozottan, halmozottan igaz lehet, hogyan ápolják a hagyományokat. Vannak állandó rendezvényeink, amik végig kísérik az egész évet. Nagy gondot fordítunk a környező településekkel való kapcsolatápolásra. Ennek az év elején az első ilyen lehetősége a télűzés rendezvényünk, ami Bakonyákóval közösen kerül megrendezésre. Amúgy is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni velük, és szerencsére ez meg is van. Ez a rendezvény Bakonyákóról indul, és Németbányán fejeződik be. Bakonyákon gyülekezünk, ott készítjük el a télbanyát, és közösen vonulunk a Sippa Dobbanádi hegedűvel maszkarákba öltözve, és égetjük el már Németbányán a télbanyánkat, és vele minden munkat és bánatunkat, valamint ott fejeződik be egy táncházzal tulajdonképpen a tél búcsúztatása. Ez az első rendezvényünk, azon kívül van a falunapunk, ugye, ami állandó eleme az évünknek, a Mártonnap, ami egy rendkívül fontos esemény a Németbányának, mert Szent Márton a település védőszentje, úgyhogy korábban a búcsuk is erre az időpontra voltak téve a falu életében. Búcsunk már nincsen, viszont az összejövetelünk az megmaradt. Ez egy zárt rendezvény, tehát ide csak is magunknak, tehát magunk számára rendezzük ezt a napot. Ez a miénk, ez egy igazi németbányai rendezvény, ami remek lehetőség arra, hogy különböző korosztály leüljön egy asztalhoz, beszélgessenek, időt töltsenek egymással, és közösen jót szórakozzanak, és elfogyasszanak egy finom közös vacsorát. Ha már a finom közös vacsoráról beszélünk, ide is hoztak sok-sok finomságot, ami az önök településére jellemző. Egy-két példát tudna esetleg nekünk mondani, hogy miket kóstolhatnak meg itt a résztvevők? Igen, természetesen, erre is nagyon büszkék vagyunk. Van egy receptes könyvünk, ami a korábbi sváb recepteket ölti egy csokorba,
van egy rendkívül büszkeségünk Kis Albertné személyével, aki a településünk mozgatórugója kulturális vonal tekintetében. Ő ennek az értéktárbizottságnak az elnöke, a falunak a korábbi tanítónéni. Ilyen nagyon sokan még a mai napig őt úgy hívják, hogy a tanítónéni. Úgyhogy ő az értéktár révén összegyűjtötte ezeket a recepteket, szívvel igyén viseli ugye Németbánya sorsát és a hagyományőrzést, illetve a múltunk ápolását, és ebből a receptes könyvből válogatnunk most össze. Készült egy négy liszt savanyú káposzta, készült rétes, készült képviselőpány, és borlevessel készültünk még a kedves vendégeink számára. A rendezvényen elhangzott, jelenleg 123 lakost számlál a falu, ami bár kevésnek tűnhet, ők mégis nagyon büszkék rá, hiszen növekvő tendenciát mutat a népesség szám. A polgármester úgy fogalmazott, az összefogás ereje kifejezés az első, ami eszébe jut Németbányáról.